Hát, ha nekem azt mondod, hogy ez nem szép, hozzád vágom. Amikor így végeztünk, akkor hiányérzetünk is van, hogy még. Köszöntjük kedves nézőinket! Mai adásunkban különleges tavaszi dekorációt fogunk készíteni, és a munkát már elkezdtük a tavaszi dekoráció alapjainak a festésével. Én is nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Kreatív Percek nézőit, és így van, tavaszi asztaldekorációkat készítünk ma. Még mielőtt rátérnénk a dekorációra, picikét mesélj nekem erről a festékről. Én biztos, hogy nem alkalmaztam még ezt veled, viszont gyönyörű szép metálos színe. Így van, ez egy metál akril festék, krémes állagú, sűrűbb, mint a szokványos metál festékek, ezáltal nagyon jól fed, és még egy különlegessége van, hogy nagyon klasszul lehet vele stencilezni. Hova ajánlanád egyébként ezeket a festékeket? Bármilyen felületen lehet alkalmazni, akár papír, akár kerámia, műanyag, cserépfelületeken, úgy, mint a többi akrilfestéket. És most egy ilyen csodaszép ezüstöt alkalmazunk, de gondolom akkor többféle színben, és mindegyik ilyen metálos csillogással. Vannak metálosak, vannak mattak, és vannak sejemfényűek is. Egy picit mesélj magának az asztali dísznek az alapjáról, mire dolgozunk ma. Ma egy papír kördobozt fogunk bedíszíteni. Ezt most ugye kívülről kenjük. Én egy rétegbe kentem először át, de nagyon-nagyon jól fed, nem is tudom, hogy szükséges-e még egy réteg, de majd megszárítjuk és akkor megnézzük. Úgyhogy a mai asztaldíszünk alapja az egy doboz lesz, és ebbe fogunk valóságfű csodaszép tavaszi virágokat elrendezni. Szuper! Szárítsunk? Szárítsunk! Alapozással kész vagyunk, közben egy aprócska doboz is befestésre került, és akkor három darabos lesz a szettünk. Mivel folytatjuk a munkát, Viki? Hogyha jól megszáradt a festékünk, és annyira kihűlt, hogy úgy érezzük, hogy nem tapad, akkor a száraz tűzőhabbal fogjuk kitömni. Itt lesz szike. Nem nagyjából így mérjük. Igen, nagyon jó. Ugye ezzel a tűzőhabban nagyon könnyű dolgozni, jól formálható. Ezeket is teszünk. Tökéletes. Szuper. És akkor gondolom ezeket az oldalsó részeket pedig a itt lesz van még egy másik. Nagyszerű, már mondanom se kell semmit se. Hát szerintem ilyen hasonló dobozok kitöméséhez mindig ezt a tűzőhabot használjuk, nem? Igen. De ez a legjobb választás, szerintem nagyon könnyen lehet formára vágni, könnyű vele dolgozni. Tartós, többször föl tudjuk használni. Kicsit szöszös, poros, nem igen. Tudom, de attól függetlenül jelenleg a legjobb. Tűzőhabban meg vagyunk, gondolom a következő a díszítés, a legizgalmasabb része lesz a munkánk. Így van, jöhet a díszítés, ehhez nagyon szép valósághű sejemvirágokat fogunk felhasználni, a szivárvány minden színében, és kisebb, nagyobb méretűeket vannak, virágos virágok, zöld leveles növények, úgyhogy ezekből rakunk össze egy szép kis kompozíciót. Szuper. Akkor lássunk neki, én követem az instrukcióit. Akkor te csinálj ilyen, ilyen kékes árnyalatot, én pedig majd készítek egy kicsit rózsaszínesebbet. Jó. Szerintem azok szépek lesznek együtt, illetve külön-külön is. Szuper.
ahogy mondtad, nagyon élethűek ezek a virágok. Szerintem már évek óta ilyen típusú, nagyon jó minőségű dekorációkkal dolgozunk. Melyik a kedvenced? A virágok közül. Hát nagyon szeretem ezeket a boglárka fejeket, amiket most használsz, akkor vannak ezek a nagy paúnia fejek, amivel már szintén készítettünk ajtódíszeket. A hortenziát szeretem még nagyon, most van ez az új fajta hortenzia virág, ami tényleg eddig is nagyon szép volt az a hortenzia, amivel dolgoztunk, de ez most még szebb. Ja, mindegyiket nagyon szeretem. Akkor én fehéreket rakom. Igen. Mi a díszítés alapelve? Csak pakolgassuk aztán. Először csak pakolgatjuk. Valami? Úgy látom, hogy most ezek a boglárka fejek a legnagyobbak a virágok között, és ugye először mindig a nagyfejű virágokkal, vagy nagyméretű díszítő elemekkel kezdünk, és aztán folyamatosan töltjük ki a fennmaradó üres helyeket egyre-egyre kisebb díszítő elemekkel. Ugye gondolom az fontos, hogy minden felületet bedíszítsünk, ne maradjon egy kis üres hely, ahol mondjuk lecsúlik a tűzőhab. Igen, nagyon fontos, nagyon. És most egy ilyen lapos felületet hozunk létre, de megemelhettük volna egyébként a virágokat? Akár meg is emelhettük volna, és ennek se kell feltétlenül teljesen laposnak lenni. Azért egy kis tavaszi burjánzás. És azt hogy fogjuk elérni? Hát szerintem kellőképpen változatos formájúak a virágok, és én úgy gondolom, hogy ezáltal önmagától is majd ilyen változatos felületűvé fog válni. Szuper. És emlékszel arra, hogy az elmúlt években milyen hasonló virágok felhasználásával készült dekoráció szerepelt a műsorban? Én nem jegyzem meg úgy őket, Timi, mint az. Az igazság, hogy erre most én se igazán. Egyre emlékszek, amikor azokat az óriási peónia fejeket használtuk. De nem igaz, mert pont amikor jöttetek, akkor néztem rá, hogy tavaly készítettük, szerintem tavaly, ezt az emeletes sütis állványt, selyem virágokkal, és a viktoriánus stílusú tojásokkal. Igen, és abban is nagyon-nagyon szép selyem virágokat használtunk föl, és még az meg is van, az a közös alkotásunk. Tehát haladunk sorban a virágokkal, nagyobbakkal kezdünk, aztán jönnek a kisebbek. Milyen kiegészítő színek illenek akár hozzád, mint rózsaszínes, akár hozzám, mint kékárnyalatú dekoráció? Ezek a nagyon szép pasztál színű virágok, ezek egymással rendkívül jó összhangot mutatnak, és ezáltal bármilyen színt használhatunk a jelenlévő közül bármelyikkel, de természetesen a kékes árnyalatokhoz nagyszerűen mutatnak a fehérek, akkor egy kicsit kékesebb árnyalatú zöld növények, mert például ez a zöld, ez nem szép hozzá, de viszont azok a kerekebb levelek, azok már nagyon-nagyon szépek lesznek hozzá, és egy kis fehér, meg egy leheletnyi rózsaszín azért elfér benne. És talán mondhatjuk, hogy ezek tényleg igazi, kifejezett tavaszi dekorációk. Hogyha úgy döntünk, hogy elég a télből, és szeretnénk tavaszba öltöztetni az otthonainkat, milyen ötleteket adnál? Mindenképpen készítsünk asztaldíszeket. Igen. Az ajtódíszek azok elmaradhatatlan évszakváltó dekorációk. Igen. És hát végül is az ajtódíszeket nem csak az ajtókra helyezhetjük el, hanem belső dekorációként is nagyszerűen mutatnak. Köszönöm. Úgyhogy a lakáson belülre is készíthetünk koszorúkat, aztán elhelyezhetünk ilyen kisebb kompozíciókat is étkező asztalra, komódok tetejére, amin esetleg van egy-két ilyen asztaldísz különböző méretbe, akár különböző formába, mellette egy kis képkeret, akár egy kedves kis szezonális idézettel, vagy fotóval.
Tehát kifogyhatatlan a dekorációk tárháza. A húsvéti dekorációkból kivesszük a tojásokat, nyuszikat, mert is tavaszi dekoráció. Hogyne, igen. Igen. És azért ezek a virágok igaz, hogy javarész tavasziak, bár a hortenzia az nem kimondottam, uh-huh. vagy inkább késő tavasszal nyíló virág, de azért ezek a virágok szinte egészen őszig is uh-huh. díszíthetik az otthonunkat. Igen. Vagy pedig ki lehet őket egészíteni nyáron egy-két rózsával, hogyha színvilágba illik hozzá, akkor természetesen levendulával. Uh-huh. Azt a zöldet, kicsit hogyha kiveszed belőle, igen, és akkor úgy már tökéletes is lesz. Mert hogy elővettem ezt a gyönyörű hortenziát, de annyira tündöklő fehér, hogy valahogy ez a kisebb nekem jobban illik be. Akkor a kisebbet válasz. De lehet, hogy majd abból is teszünk, nem tudom. Az igazság, hogy ezek a hortenziák nagyon hálás alapanyagok. Én is nagyon szívesen használom őket. Szép is, jó kitölti a helyet. Olyan kis kócosak. Nagyon szépek. Még egy ilyet beleteszek. És ami még nagyon különleges bennük, hogy igen? bármilyen évszakban alkotunk, uh-huh. mindig föl lehet őket használni. Akár a tavaszi alkotásokhoz, a nyári alkotásokhoz, az őszi alkotásokhoz is, és sőt, mi több, még a téliekhez is föl uh-huh. szoktuk használni, akár a fehéret, akár azt a világosabb kéket. És a hortenziáról jut eszembe, hogy szerintem te egyszer élő virágot, tehát élő hortenziát is alkalmaztál valamelyik dekorációdban, én úgy emlékszem. Otthonról hoztad a kertből egy tényleg, és az őszi volt. Őszi volt, igen. Mikre emlékszel? Tehát bátran lehet egyébként élő virágokkal is dolgozni, hogyha nem bánjuk azt, hogy ne. Rövid időn belül elhervadnak. És azért azok a legszebbek. Élethűség ide vagy oda, de azért ezek is mégis azok a legszebbek. Mivel fogjuk kitömni? Vagy csak virágot terveztél bele? Igen. Mit tervezzük? Semmi. Nem hát tudom. Virágot. Szerintem még beleteszed a zöld leveleket, és azt kell, hogy mondjam, hogy úgy nagyjából készen aha. van. Én talán még egy kicsi fehéret tennék jó. bele, akár mondjuk ezekből a jó. golyóbisokból. Uh-huh. És kicsit hosszabbra hagyva esetnek, hogy vagy elég kócos? Mert szerintem azt érzem, hogy a elég, nagyon kis játékos, az enyém elég kócos, és akkor ezzel a fehérekkel ezeket a nagyon kék foltokat uh-huh. egy kicsit meg tudod okay. törni. Szólja, mindjárt én is benyomdosom egy kicsit ezeket a kiálló virágokat, uh-huh. mert nem tetszik ez a zöld szára, uh-huh. ami kilóg. És most sejjen virág, de egyébként tavasszal dolgozhatunk ugyanúgy száraz termésekkel, és ugye ez annyira őszi és téli dekor, hogy nem látod magad előtt a tavaszi. Dehogy nem, csak bátran dolgozzunk a száraz termésekkel is, ezeket is érdemes színvilág szerint uh-huh. válogatni, és akár a sejemvirágokat uh-huh. nem díszíthetjük, hanem a sejemvirágokat kiegészíthetjük, vagy variálhatjuk ezekkel a száraz termésekkel, úgy is nagyszerűen mutat. Tehát, hogy vannak festett száraz termések is. Vannak festettek is, igen, de a natúrszínű száraz terméseket uh-huh. is rendkívül jól fel lehet használni, úgyhogy csak bátran. Mert mondjuk ebben nekem nem illene, de lehet, hogy te megcáfolnád, hogyha mondjuk tennénk bele. Igen, mert hogyha először a száraz termésekkel kezdtük volna, igen. mondjuk ilyen nagyon világos szürkés fehérekkel, uh-huh. akkor ezekkel a festett türkizes mentás árnyalatokkal építettünk volna egy alapot, és azt egészítjük ki a sejem virágokkal, akkor az is nagyon-nagyon uh-huh. szép lett volna.
Hát akkor merjünk kísérletezgetni. Csak bátran, így van. Elkezdtem felhasználni azokat a díszítő elemeket, amik ezekhez a kis gömbkékekhez tartoztak, mert hogy ezt se dobjuk ki. Persze, és annak nagyon-nagyon jó színe van a kékhez, ugye nem ez a harsány tavaszi zöld, úgyhogy azokat is nyugodtan közé építheted. Nagyon-nagyon szép lesz az a kis rózsaszín benne, itt a hortenziák közepén, szerintem rendkívül jól passzol hozzá. És egyébként milyen alapokba építkezhetünk még most? Nyilván adott volt egy tök jó kartondoboz, amit jól lehet festeni, de adjál tippeket erre is. Az az igazság, hogy bármilyen alapot választhatunk, ez lehet akár egy tálca, egy tortaforma, egy tortatál, teáskancsú, tényleg bármit átvarázsolhatunk. Emlékszel valami nagyon extrémre, amit te készítettél? Hát, ha már ezt így kérdezed, én biztos nem emlékszek, de te biztos emlékszel. Nem. Most így nem gondoltam semmire. Bár, mintha láttam volna tőled olyat, hogy cipőt, bár azt lehet, hogy nem. De, most cipő, volt de bakancs. Igen, most volt bakancs, és az is nagyon-nagyon klassz lett, és szerintem sokaknak tetszett, hogy sokan tudtak ezzel a dekorációval azonosulni, hiszen ez egy régi bakancsból készült, ezt dekopázsoltuk, repesztettük, és ebbe is sejemvirágokat tettem, de akár élővirágokat is bele lehetett volna ültetni. Úgyhogy itt tényleg bármibe. Szerintem a körlevelekből tegyél most bele. És azt leszedjem, vagy így hagyjam meg ilyen kis, hogy szoktuk én ezt használni? Leszedni. Igen. Így. Ja, és igen. Akkor ezek ilyen páros levelek is, ezt tudod így bedugdosni, akár párosával, de akár még ezt is szét lehet szedni. Jó. És nem kell ezeknek feltétlenül nagyon látványosnak lenni, inkább arra érdemes felhasználni, hogy maga a szürke alap az ne látszódjon. Jó. Szerencsére, mert egyre kevesebb az oázis, amit látunk, de még azért igen, van. Igen, csak az a baj ezekkel a virágokkal, hogy nem tudod abba hagyni igen. a pakolgatását. Úgyhogy szólj rám, és ráadásul úgy, hogy minden szín összepasszol, és nagyszerűen mutat egymással, hogy nagyon nehéz, hát nehéz befejezni. Hogyha ezzel készen vagyunk, akkor még én annyit javasolnék, hogy igen? itt a szélén menjünk végig, és akkor ezeket a szélső szirmokat, meg leveleket egy kicsit ide a doboznak a széléhez ragasztjuk, hogy egyáltalán ne látszódjon a tűzőhab. Elkészült. Gyönyörűek lettek. Végül is mi az, amit csináltunk, Viki? Foglaljuk össze. Kell egy alap. Igen. Az alapnak választunk egy nekünk tetsző színt, igen. ami harmonizál a környezettel, és a virágokat is szintén a környezethez választjuk, illetve hogy nekünk mi tetszik. Ez fontos. Az alapot ugye lefestettük két igen. rétegben krémes metál ezüst akrilfestékkel, miután ez nagyon-nagyon jól megszáradt, azután a száraz tűzőhabot méretre szabtuk a dobozba, ezt szebbnél szebb valósághű sejemvirágokkal díszítettük. A virágok elhelyezése után leveleket tettünk még bele, hogy a legapróbb kis hízagokat is ki tudjuk tömni. A legvégén pedig arra ügyeltünk, hogy itt a szélén a dobozhoz rögzítsük a virágoknak, illetve a levelecskéknek a szirmait, ezáltal egyáltalán nem látszik a szürke alap.
és mindkét alkotás gyönyörű, mindazok mellett szerintem az ilyen virágboxok készítése feltölti az embert. Nagyon! Olyan kis boldogságos igen, folyamat, úgyhogy... Örülök, hogy így gondolod, szerintem is az. Maga a látványa is úgy feltölti az embert, készíteni is nagyon jó, és amikor így végeztünk, akkor hiányérzetünk is van, hogy még. Hova tennéd egyébként bárhova is. És hát a kéket? Tavasszal, hát a kéket, azt most te viszed el, és a kék az a Salgótarjáni Városi Televízió stúdióasztalát fogja díszíteni, a rózsaszín pedig itt marad nekünk, úgyhogy majd amikor ránézek, akkor mindig eszembe jutok. Hát köszönjük szépen, a nézőknek pedig köszönjük a figyelmet, készüljenek önök is a tavaszra, dekorálják ki otthonaikat szebb-szebb, gyönyörű virágokkal. Várjuk önöket legközelebb is, alkossunk együtt, mert együtt élmény az alkotás.